Üdvözlöm a Weekend nézőit, a mai műsorban rengeteg programot ajánlunk Önöknek. Lesznek állatok, erdő, mese, egészségmegőrzés, színház és kutatók éjszakája is. Először azonban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei filmszemléről beszélgetünk, amely nem sokkal adásunk előtt kezdődött, de versenyfilmek vetítése még holnap is lesz. Vendégünk Petrusák János. Szia, jó estét! Szervusz, üdvözlök mindenkit! Na, egy kicsit akkor beszélgessünk magáról erről a filmszemléről. Ugye vannak páros évek és páratlan évek, és nem mindegy, hogy melyikben vagyunk. Itt most egy páratlan évben vagyunk, ezért a megyében rendezik ezt az eseményt. Milyen hagyománya van ennek? Ez hanyadik pontosan? Tulajdonképpen kezdjük ott, hogy ez a Nyíri Áfka Egyesület rendezi. Annak vagyok az elnöke már 2009 óta. 2008-ban alakult maga az Egyesület, de van egy előszervezetünk. Ez a Nyíri Amatőr és Független Filmesek Klubja, tehát ezért az AFK, sokan kérdezik, hogy miért AFK, szerencsére a Nyírit azért azt nem kell nagyon megmagyarázni, különösen Nyíregyházán, és ez az Egyesület pedig, és a klub 68-ban alakult, tehát még a születésünk előtt, így most elárulhatunk egy titkot, alakult. Tehát akkor már elindult a megyei filmszemle, egész eddig, ahogy mondtad is, minden páratlan évben megyei filmszemle volt, most meg az első vármegyei filmszemle van, ez lett volna, vagy ez lesz majd például a megnyitón az egyik keresztkérdés, hogyha eddig mindig rendeztünk már jó pár filmszemlét, akkor miért ez az első filmszemle, és miért körüljúzom ezt, hogy vármegyei filmszemle. A maga a páros években pedig országos helytörténeti és dokumentumfilm szemlét szoktunk rendezni. Az országosra, mivel helytörténeti és dokumentumfilmekről van szó, csak olyan filmeket várunk, és nem csak az ország területéről, hanem az egész magyar nyelvterületről is, hiszen szoktak jönni például erdélyi, felvidéki, hát amikor nem tört még ki a háborúk, kárpátaljai barátaink, de például voltak a Vajdaságból is, vagy például Ausztriába eső Burgenlandból is például film, mesek a régebbi időkben. A vármegyei vagy a megyei filmszemlére meg értelemszerűen megyei emberek szoktak jönni, megyei filmesek. Most is például 17 filmmel 11 alkotó is 160 percben fog majd részt venni a versengésben. Hát 55 év alatt rettenetesen nagy fejlődés történt egyrészt a világban is, másrészt pedig a technikában is. Vajon annak vonatkozásában történt-e változás, hogy többen filmeznek el, mint korábban, mert mondjuk akár egy telefonnal is lehet már profi dolgokat készíteni, vagy igazándiból aki mondjuk ennek a csapatnak a tagja, az töretlen, akár 68-ban is ugyanilyen lendülettel dolgozott volna, hogy látod? Valóban több olyan csapattagunk van, 29-en vagyunk most az Egyesületben, akik már 68-ba kezdték, sőt már előtte is már filmeztek. Akkor régi öreg rókák vagytok. A régi öreg rókák, egyébként vannak nálunk fiatalok is, nők is, férfiak is, különböző szakmabeliek is. Nem mondhatnám annyira most az Egyesület nevéről is, hogy amatőr és független, hogy ez az amatőrre mindig valaki lesajnálót szokott mondani. Igen. Pedig gondoljuk bele, ez a legszebb szó a világon. Amatőr, hogy szívből jövőn tudjuk csinálni, és nem mindegy profinak azt mondják, hogy ezzel kell beszélni. Például most neked velem kell beszélni, pedig lehet, hogy azt mondod, hú, de ulom az egészet, meg nem akarok, de vagy bárkivel beszélnem, az, hogy akivel én szóbálok, az is tudja, hogy azzal azért megyek oda, mert engem érdekel ez a téma. Például nem most olyan régi Kéri Péterrel beszélgettünk, aki egyébként ennek a filmszemlének is a zsűri elnöke, a másik pedig dr. Leszler Gábor történész, a Nyíregyházi Főiskola nyugalmazott főiskolai tanára, és ővelük is, amikor szoktunk beszélni, nagyon sok, mivel engem érdekelnek a várak, kastélyok, templomok, ebbe a folyóiratba is például, meg amikor még volt, írtam, és ennek következtében a napokban kérdezte, vagy nem is olyan régen kérdezte, hogy megint lesztek várak, kastélyok vagy templomok, mondom nem, hanem mivel ugye megyei filmszemlét, fikciós filmek is lehetnek, és különböző fikciós filmeket is, vagy kísérleti filmeket. Volt, amikor például animációs filmkezdeményezést is csináltunk, és a kérdésre válaszul pedig, hogy jóval többen filmeznek, csak azt látom, például a YouTube-ot, meg más csatornákat nézve, hogy nem tudják sokan, hogy mit filmeznek.
Tehát vagy a családi eseményeket filmezik, ami jó, érdekes a családnak, meg érdekes annak a körnek, vagy a céges eseményeket, de azt, amit mi csinálunk, hogy dokumentáljuk, például 2018-ban egy éven át kimentünk Nyírbogdányba, ott mondjuk Bogdányi Ferenc a elődöm, aki a klubvezető volt, illetve az egyesület vezetője, ő szervezte meg, hogy egy éven át kimenjünk minden eseményre, ha egy cintányért összeütnek, vagy egy tányért levernek, arra is már kimenjünk Nyírbogdányba, és mivel, hogy Nyírbogdány akkor 800 éves volt, ezt dokumentáljuk. És sikerült is ez a film, egy 60 perces filmre összevágtunk, és ez bízunk benne, hogy nem hogy most 5 év múlva, hanem 50 év múlva is majd egy olyan érték lesz, hogy majd visszanyúlnak és megnézik, hogy mi volt akkor, vagy esetleg a mi filmjeinkre visszanyúlnak. A reggel 9-re reméljük, hogy sokan lesznek a Városmajori Művelődéséhez, van kíváncsiak ezekre a filmekre. Kedves nézők, maradunk a kultúránál, de ezúttal a Móricz Zsigmond Színházból következik egy összeállítás, ahol nemrég mutatták be az Öreg Hölgy Látogatása című darabot. Hamburg, Nápoly! 11 óra 27 perckor érkezik az Örjöngő Lóránt, Velence Stockholm. Ez az egyetlen élvezetünk maradt. Nézhetünk a vonat után. Én mondhatom, 5 évvel ezelőtt még megállgyülemben az Örjöngő Lóránt. Meg a Gudrun! Meg a Diplomata! Sőt, még a Lorelei is! Csupa fontos express volt. Világviszonylag fontos. De ma már a személyvonatok sem állnak meg. Csak az, amelyik Köpfingenből jön. Ja, meg az 1 óra 13-as Kádárstától. Az már... Tönkre mentünk. A Wagner mindenki szom. Dokman megbukott. A rabsugárkohó csődbe ment. Munkanélküli segélyből élünk. Ingyenleves. Vagy hogy élünk, tenkült. Az egész város. Mennyiben hasonlít a korunk arra a korszakra, amikor született ez a dráma? Talán még inkább. Ugye ez 1956-ban íródott, egy háború után, amikor az volt a, hogy mondjam, a, nem csak a düremat, de azt hiszem, hogy minden gondolkodó ember tapasztalata az volt, hogy valami baj van az emberi moralitással, valami baj van a közösségi tisztességességgel, és ugye ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen tézis dráma. Inkább egy képlet, mint egy történet elmesélése, és érinti a mikro közösségektől egészen a társadalmi dimenzióig, hogy hogyan tudjuk elárulni egymást, hogyan tudjuk becsapni egymást, hogyan törik meg bennünk az a morális tartás, ami szerint kellene élni. És mindezt valamiféle groteszk humorral teszi, mivel Dürremat azt mondta, hogy olyan világban élünk, amikor már nincsenek tragédiák, mert a tragédiákhoz felelősségvállalás kell, és nincs moralitás, nincs felelősségvállalás, ezért egyszerűen komikusak vagyunk, és ebben a modorban az is a műfaja, hogy tragikus komédia. Tehát, hogy ezek a szörnyűségek, amik megtörténnek ebben a műben, az mind valamiféle ilyen fanyar felhanggal történnek. Velence Stockholmi úton a legnyomorúságosabb a bocskát. Legszámalmasabb pontján. Megütöltek a természet törvényei. Ezért üllem. Asszonyom, maga meghúzta a vészféget. Mindig megszoktam húzni. Ebben az országban nem szokták a vészféket meghúzni, még akkor sem, ha valóban veszélyben vagyunk. Hát itt vagyunk végre Güllemben, Bobby. Ráismerek erre a sivárfészekre. Az volt a Konradweileri erdő a patakkal. Jobbra ide látszik a peterék fajtájának a tete. Régóta visszajár rendezni Nyíregyházára, szereti a munkát a társulattal? Igen, összeszoktunk már minden egymás gesztusát már ismerjük, modorát, munkamódszerét, úgyhogy hazajárok már. Nem volt annyira hosszú a próba folyamat, itt augusztus eleje óta próbálnak.
Megfelelő, ugye mindig vannak anyagok, aminek bizonyos idő kell. Most pont megfelelő volt, meg kedvező volt az, hogy bizonyos értelemben az évad még nem kezdődött el, úgyhogy milyen volt a délelőtt este, nem kellett túl sok előadást játszani a színészeknek, úgyhogy elegendő volt. A következő percekben a kutatók éjszakáját ajánljuk a kedves nézők figyelmébe, méghozzá a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán. Vendégünk Vándor Ilka és Zsohár Zsófia. Sziasztok, jó estét! Ilka, mint szervező, Zsófi pedig, mint főiskolai hallgató, aki nyilván aktív részese vagy motorja lesz ennek az eseménynek. Nos, hát azt gondolom, hogy itt ez a kis görög sziget a belváros közepén, ez sokak számára egy nagyon érdekes, és ugyanakkor egy nagyon titokzatos terület is, mert úgy gondoljuk, hogy oda csak azok mehetnek, akik ott tanulnak, és egyszerű járókelők, pedig kíváncsiak vagyunk, hogy vajon milyen lehet az új múzeum, vagy egyáltalán a főiskola épülete. Bár azért ott egy-két előadásra szerintem már többen ellátogattak, úgyhogy valószínűleg most akkor ebbe a titokba beavatódhatnak a nézők is, ugye? Köszönjük a meghívást, és nagyon reméljük, hogy így lesz. Pár évvel ezelőtt még elég volt az, hogy ennek az Európa szerte megrendezett szeptember utolsó hétvégén lévő eseménynek, a kutatók éjszakájának a keretében általában a különböző intézmények előadásokat tartottak, arra az érdeklődők eljöttek. Ez a módszer azért valljuk be nem vonz már túl sok érdeklődőt ebben a felpörgött világban, tehát ezen a kutatók éjszakája rendezvényen is igyekezett a főiskola módosítani. Most az a cél, hogy minél interaktívabb előadásokkal várjuk az érdeklődőket, elég nagy a kínálat. Többek között Kocsis Fülöp metropolita is tart egy előadást, hogyan válik a hang Isten dicsőítésé címmel, de akár az ikonfestészet rejtelmeibe bele lehet nézni, vagy a textilek világába, amik ott a múzeumban vannak, és ennek valóban a helyszíne, vegyesen lesz a főiskola és a múzeum, és majdnem minden előadásunkhoz kapcsolunk valami kis interakciót. Ez mit jelent egészen pontosan? Tehát mire készüljön az, aki oda megy, hogy neki ott valamit produkálni kell, vagy nyilván semmi nem kötelező? Csak nem, hanem ajánlott. Inkább pont, hogy egy kicsit mögé nézhet a kutatók világának. Tehát nyilván, ahol énekkel kapcsolatos, hanggal kapcsolatos előadás lett, ott lehet énekelni. Ahol az ikonfestészetről lesz szó, ott Seres Tamás ikonfestő fogja vezetni, ő az egyik moderátor, ő festette most a Székesegyházat itt Nyíregyházán. Egy félig kész ikont például meg lehet tapogatni, vagy egy-egy technikát megmutatnak, hogy hogyan készülnek az ikonok. De például lesznek pszichológus által tartott előadás, ott például személyiségteszteket lehet kitölteni, hogy mondjuk azok a gyerekek, akik a mindenféle teszteket kitöltik az online térben, most esetleg egy-egy ilyen tudományos tesztet is lássanak, és hogy ez hogy működik a tudósok világában. Kell ehhez valami előzetes regisztráció? Mert gondolom azért van korlátozott nyilván a befogadó képesség is, tehát mit csináljanak a nézők, hogyha érdeklődnek bármelyik téma irányában? Igen, kérjük, van Facebook eseményünk, van a weboldalon is cikk, és a pedagogia@szentatanász.hu e-mail címen lehet, de regisztrációt, amíg nem érjük el a maximális számot, addig el fogjuk fogadni. Zsófi, te ezen a főiskolán tanulsz, egyáltalán amikor ide jelentkeztél, tudtad-e, hogy mibe csöppensz, és mondjuk így hallgatóként ebben az eseményben ti hogyan tudtok részt venni? Köszönöm. Hát amikor ide jelentkeztem, akkor nyilván még egyáltalán nem sejtettem, hogy egyrészt az, hogy milyen lehetőségeket rejt maga a főiskolai élet, meg az az igazság, hogy akkor még egy picit másabb is volt a rendszer, ahogy Ilka már említette, és számomra egy picit még idegen volt a görögkatolikus környezet is, hiszen én alapvetően római katolikus vagyok, de most már egészen jól beletanultam a görögkatolikus életbe, és hát úgy gondolom, hogy intézmény szinten is egyre több lehetőséget tudunk kihasználni, és egyre inkább úgy mondom, hogy egyre több lehetőséggel élünk.
És például most is készülünk egy újdonsággal a kutatók éjszakájára is. Mi ez? Mesélj róla egy kicsit. Ez egy tulajdonképpen hasonlítható egy őszi piknikhez. Kitaláltunk számára egy fantázia nevet is, ez a görögbe fogadlak nyitott udvar, és a nevében is benne van, hogy nem kell belépni ehhez a főiskola épületébe, se a múzeum épületébe, hanem a kettő között helyezkedik majd el, és hát nagyon szuper lehetőségek várják az oda beérkezőket, hiszen csak a kapunkon kell majd belépni, és egyből belecsöppennek igazából az egész világunkba, hiszen a bejáratnál már a Szent Atanáz a főiskolának és a szemináriumnak a sátra fogja őket fogadni, de ugyanígy a három görögkatolikus egyházmegye is meg fog jelenni saját kis sátorral, és több információt tudhatnak meg ezáltal az odaérkezők, és erre is számítunk egyébként, hogy mindenki, aki egy kicsit észreveszi, meglátja, vagy meghallja esetleg azt, hogy itt valami zajlik, az bátran be fog majd lépni hozzánk, és nem véletlenül mondtam úgy, hogy meghallja, hiszen lesz egy színpadunk is, ahol zenekarok fognak fellépni. Például lesz cigány népzene és néptánc is egyben, amit egy nagyon kedves hallgatónk fog vezetni, illetve fog hozzánk érkezni a képmás zenekar egy akusztikus formációval, valamint görögkatolikus fiatalok is fognak zenélni nekünk. És hát már csak az ínyenségek, mert ugye gasztró és játszósarok is lesz, úgyhogy senki nem marad éhesen, és gyerkőcököt is lehet vinni, hiszen őket is szórakoztatjátok. Már nagyon sajnáljuk, elfogyott az időnk, de ígérjük, hogy bepillantunk majd, és hogyha befogadnak minket is, akkor ott leszünk szeptember 29-én a kutatók éjszakáján. Hány órakor kezdődik az esemény? 2 órakor fogunk kezdeni, és mindenkit várunk sok szeretettel, nyitott kapukkal. Köszönjük szépen! És köszönjük! Szüreti mulatságra várják az érdeklődőket szeptember 23-án Újfehértón. A második alkalommal megszervezett őszköszöntő ünnepségen lesz traktoros felvonulás, fellép a Bihari Banda, Badár Sándor és a Csík zenekar. A kísérő programok közül pedig nem hiányozhat a népi játszótér és a kézműves termékek vására sem. A múlt és a jelen találkozik a Cégény Dányádi portákon szeptember 23-án. Megnézhetjük és átélhetjük nagyszüleink lekvárfőzését a tűzpattanástól a dunszos üvegig. Eközben a kokas bandával tanulhatunk nótázni, de a fazekasság mesterségét is megtanulhatjuk. A program 8 óra 30-kor kezdődik és kifulladásig tart. Folytatódik a Bátori Estek sorozat. Szeptember 28-án a Városháza dísztermében Drahos Béla, Liszt díjas fubolaművész és Pasvári Tamás zongoraművész várja mindazokat, akiket feltölt Bach vagy épp Mozart muzsikája. A rendezvény ingyenes. Szeptember 29-e a népmese napja. 9 és 15 óra között folyamatosan lesz meseolvasás a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében. 10, 11 és 13 órától pedig 3 izgalmas, zenés, verses, mesés előadás várja a kicsiket és a nagyokat. Szeptember 30-án a Mesés Verbunkok, Verbunkos mesék címet kapott rendezvény várja az érdeklődőket. Lesz kézműves foglalkozás, mesés, térképes játék és népi játszóudvar. A 17 órakor kezdődő gálaműsorban közreműködik számos helyi és megye határon túli táncegyüttes, a talpalávalót pedig a Szikesz zenekar húzza. Október 3-ától látható Barács Sándor Kristóf, népi faszobrász tárgyalkotó iparművész, Berekbe faragt a Barát című kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. A kiállítás megnyitója ezen a napon 17 órakor lesz, amelyen Filéné Huszti Zsuzsanna is közreműködik citera játékával. A tárlat október 31-ig látható. Éjjel a magyar címen hallgathatnak egy csokor nemzeti dallamot az érdeklődők október 9-én 11 órától Nyíregyházán, a Városmajori Művelődési Házban. A dalokat Eperjesi Erika és Kriston Milán, a Miskolci Nemzeti Színház művészei adják elő. A rendezvény ingyenes.
Kedves nézőink, folytatjuk a programajánlót. Idén 30 éves a Nyíregyházi Állatbarát Alapítvány, a szülinapi bulit pedig összekötik a már hagyományos fesztivál az állatukért rendezvénnyel. Vendégünk Novák Éva és Mészáros Dóra, valamint Árven. Sziasztok, jó estét! Szia! Árven kicsit, hát hogy is mondjam, szemérmes pillantásokkal kerüli azt, hogy teljes mértékben a kamera fókuszába kerüljön. Ő egy háromlábú kutyus, most a nézők nem láthatják, és Éva említetted, hogy gyakorlatilag a munkatársatok, hiszen veletek lakik. Lehet tudni valamit az ő kis életéről, hogy hová tűnt, hova lett az egyik lába? Igen, őt gyakorlatilag decemberben kaptunk először értesítést róla. Sajnos egy hurokba lépett, és nagyon súlyosan megsérült a lába, viszont utána eltűnt 4 hónapra. Nem tudjuk, hogy hol húzta ki a telet, aztán márciusban újra felbukkant ezen a megtalálási helyen, és sikerült végül befogni. Hát elég súlyos volt a sérülése, úgyhogy sajnos ugye... Gyakorlatilag hónapokig volt sérült a lába, ugye? Így van. Úgyhogy nem tudjuk, hogy élte túl a telet, de szerencsére a kórházban az ortopéd orvosok gyönyörű szépen korrigálták, úgymond ezt, hát a lábát nyilván nem tudták visszaadni, de igazából a mozgás örömét visszakapta. Úgyhogy tökéletesen mászkál három lábbal is, más sérülés is érte, sajnos a fejében is volt egy lövedék, úgyhogy igazából őt tényleg az ág is húzza, de azóta gyakorlatilag az irodánkban, ugye a menhely irodájában él, kanapén alszik, szobatiszta, úgyhogy, és hát persze gazdikereső természetesen. Ő is, mint ahogy sokan mások, hány kutyus keres gazdit egyébként most nálatok? Hát az átlag létszám az mindig egy ilyen 180 körül van, 180 kutya és egy ilyen 50-60 macska. Igazából, ahogy örökbe megy valaki, gyakorlatilag rögtön esik be a következő a helyére, sokszor már korábban, mint hogy örökbe mennének ugye a kutyáink. Rengeteg kutyát be lehetne egyébként hozni még ezen kívül is, tehát tulajdonképpen, ha mindenkire igent mondanánk, legalább 6-700 kutya lenne a menhelyen folyamatosan, de hát nyilván erre nincsen lehetőségünk, úgyhogy elég rossz a helyzet továbbra is sajnos. Lehet azt mondani, hogy a legkritikusabb állapotban levő kutyákat, cicákat tudjátok befogadni? Vagy ahol tényleg nincs más esély, mint az alapítvány? Igen, abszolút, tehát muszáj volt lekorlátoznunk, mert tényleg már most ott tartunk, ugye, hogy napi szinten 10-15-20 bejelentést is kapunk. Leginkább saját kutyáktól szeretnének megszabadulni az emberek, külföldre költözés, és különféle okok miatt nem tudják már eltartani őket, illetve hát a felesleges szaporulatok, tehát ebben sincs semmi javulás az elmúlt években, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy igazából csak a legsúlyosabb esetek tudnak jönni, hiszen ők is meggyógyulnak előbb-utóbb, és hát nekik is hely kell, úgyhogy muszáj priorizálnunk sajnos, igyekszünk, ahol csak tudunk segíteni, de nagyon nehéz, tehát sokkal több a rászoruló, mint amennyi hely van. És gyakorlatilag annyira elkeserítő, hogy annak ellenére, hogy annyi program, annyi ismertetés, közösségi média, tehát a felelős állattartásra ti is nap mint nap felhívjátok a figyelmet, és hát mégis úgy látszik, hogy ez egy ilyen sziszi-fuszi küzdelem, de nem adjátok fel. És egy-egy ilyen nagyobb eseményen, mint például amire most készültek, ugye október 1-én a Fesztivál az Állatokért rendezvényen, azért reméljük, hogy legalább a kicsik, akik most szocializálódnak, megtanulják, hogy mennyire fontos és felelősségteljes dolog állatot tartani, állatot venni, és gyakorlatilag ez olyan, mint amikor az embernek gyereke születik. Tehát, hogy kell, hogy ameddig él, addig velünk legyen. Ráadásul ugye, aki tényleg szereti az állatokat, tudja, hogy milyen nagy fájdalom, amikor elmennek, és ők azért nem élnek velünk életünk végéig. Meséltek egy kicsit a fesztiválról. Mi lesz, milyen programokkal várjátok a kedves látogatókat? Nagyon színes programmal készülünk. Igyekeztünk odafigyelni, hogy a kicsik is és a nagyok is megtalálják a számukra megfelelőt. A kicsiknek készülünk gyereksorokkal, illetve kreatív sorokkal. Ugrálóvárral váljuk őket, csillámtetoválás lehetősége lesz, illetve Rudik Dóri varázsfészek felolvasást fog tartani. Több kutyasuli jön hozzánk bemutatózni. A rendőrséget is meghívtuk, különféle bemutatókat fognak ők is tartani, illetve megkértük őket, hogy helyezzenek ki egy motort és egy autót is, hogy a gyerekek ugye ezeket is meg tudják nézni, illetve lesz 2 zenekar, aki fölép nálunk, lesznek táncosok, lesz divatbemutatós, úgyhogy igyekeztünk ezt nagyon színesre szervezni. Mindez a Sóstói Múzeumfaluban. A belépés, gondolom, hogy ilyenkor díjtalan. Természetesen az, aki adományokkal, ajándékokkal, felajánlásokkal érkezik, azt viszont örömmel fogadják a kutyusok, cicusok, szóval lehet vinni akár
gondolom élelmiszert is, de hát a legjobb az lenne, ha valaki egy kis anyagi segítséget is tudna nyújtani, és gondolom, hogy kutyák is lesznek azért egy ilyen fesztiválon. Úgy tudom, hogy a végén lesz egy nagyon különleges finálétok. Ezt hogy kell elképzelni? Hát ez még meglepetés, de annyit elárulhatunk, hogy a finálé egyik részvevője már itt is vendéged volt. Úgyhogy erről gyakorlatilag azért nem szeretnék még nagyon beszélni, mert szeretnénk a végéig ott tartani az embereket. Direkt úgy állítottuk össze a programot, hogy a tombola sorsolás után közvetlenül kezdődik egy ilyen finálé. Annyit elárulhatok, hogy több mint 70 szereplője lesz ennek a kis meglepetésnek, úgyhogy nagyon-nagyon készülünk. Nagyon szeretnénk, hogyha jól sikerülne, és természetesen ez fel fog kerülni a közösségi oldalakra, illetve különféle csatornákra is. Nagyon-nagyon várjuk igazából, és nagyon készülünk rá erre az egészre. Úgyhogy reméljük, hogy nagyot fog ütni. A tombola egyébként azért is azt gondoljuk, hogy nagyon nagy vonzerű lesz, mert rendkívül értékes ajándékokat ajánlottak fel. Van egy 100 000 forintos készpénzes felajánlásunk is az egyik anonim segítőktől, aki egyébként az állatokat is nagyon sokat segíti, illetve különféle nagy értékű nyeremények különféle cégektől, illetve lesz, mivel 30 évesek vagyunk, 30 csomag összeállítva, tehát ez így lesz összeállítva, úgyhogy nagyon reméljük, hogy mindenki ott marad a végig. Szeretnénk egy ívet adni az egésznek, tehát a lájtosabb programokkal kezdve, és akkor egészen a végéig, a finálé után pedig egy tortavágással kedveskedünk a jelenlévőknek. Tényleg érdemes a végéig maradni és ünnepelni. Igen, mindenképpen. Hánytól hányig tart a rendezvény, hogy tervezitek? 10 és 18 óra között fogjuk ezt tartani. Igazából 10 órától már lehet érkezni a kutyusokkal. Regisztrálni kell ezt őket, tehát ez nagyon fontos, hogy aki kutyával érkezik, mindenféleképpen hozzá el a kutyusnak a kiskönyvét, hogy le tudjuk azt ellenőrizni, hogy megvan-e ugye minden oltása, és 18 órakor zárjuk a rendezvényt ezzel a meglepetés fináléval. És a finom tortával. Hát Isten éltessen benneteket. Köszönjük szépen. A kutyákat, a cicákat, és reméljük, hogy sok potenciális gazdi is kilátogat, és sok kutyus kerül majd családba. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ha figyeltek, a beszélgetésből kiderült, hogy hány éves idén az Állatbarát Alapítvány. Ha ezt tudják, és megírják nekünk közösségi oldalunkon, egy páros mozi jegyet nyerhetnek. Most következik a híradó, utána pedig folytatjuk a weekendet a Nyírerdő nappal, és a Mozdulj Nyíregyházával maradjanak velünk. Táncos cipőket és sportruhákat előkészíteni, izmokat bemelegíteni. Kedves nézőink, szeptember 25-től újra Mozdulj Nyíregyháza. Ezzel indítjuk a weekend második részét. Vendégünk Hornyák Enikő. Szia, Enci. Sziasztok, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Sok-sok plakátot hoztál, most már nem fér el egyre, annyi történés van. És hát ugye vége a nyárnak, lehet, hogy néhányan egy kicsit bele homorítottak, többet ettek, ittak, kerti partikra jártak, és akkor jön az ősz, ilyenkor aztán jön az elhatározás, hogy egészségesen élünk, vagy legalábbis az iskolakezdéssel együtt sokan gondolják, úgyhogy régi rossz szokásokat félreteszik. Hát aki meg függő a mozdulytól, az meg már nyilván tűkön ül vagy áll, és alig várja, hogy elstartoljon a rendezvény. Mesélj egy picit, lesz-e változás? Igen, augusztus végétől már kaptuk folyamatosan a kérdéseket, hogy mikor indulunk. Eljött az idő hivatalosan, és bejelentjük, hogy szeptember 25-től 10 héten át újra Mozdulj Nyíregyháza, tehát egészen december 3-ig. Ami nagyon jó dolog, hogy nem csak, hogy meg tudtuk tartani a foglalkozásokat, de picit újra tovább tudtunk bővülni. Ez azt jelenti, hogy minden a megszokott helyen és időben elindul. Ami plusz, hogy kisebb helyszínváltozások vannak, tehát például csütörtökönként betettünk egy plusz gymcik foglalkozást, és a Mediból pedig került egy pénteki napra. A termek kapacitása miatt ezt mindig figyelembe vesszük az igényeket. Tehát azok a foglalkozások, ugye, ahol sokan vesznek részt, azok nagyon nagyobb tonna termeket igényelnek, illetve láttuk azt, hogy végre tényleg a gyerekek is egyre inkább látogatják a foglalkozásokat, köszönhetően a szülőknek, megmozdultak ugye a szülők, és ezért újabb gyerekfoglalkozást indítottunk, és így most már nem csak hétfőn, szerdán és pénteken van gyerekfoglalkozásunk, hanem kedden is biztosítjuk a Mozdulj-ka programot a gyerekeknek. Ott milyen jellegű mozgásra számítsanak a szülők, mit fognak a gyerekek csinálni? Péntekenként gyerekfitness van, kedden gyerektánc, hétfőn ilyen prevenciós torna kicsiknek, tehát én azt gondolom, hogy óvodástól, nagycsoportos kortól egészen egy 8-10 éves korig várjuk azokat a gyerekeket, akik még igazából az iskolapadban elfáradnak, de még nagyon nagy mozgásigényük van. Ugye jön az ősz, egyre kevésbé tudunk kint maradni már a játszótereken, tehát mi mindenkinek azt tanácsoljuk, nézze meg a mozgásrendet, és amíg esetleg anya elmegy egy gerinctornára, vagy elmegy egy alakformáló aerobikra, akár édesapa is el tudja vinni a gyereket mozogni.
Igen, és esetleg ő is gyakorolhat a háttérben. Amúgy ugye említetted, hogy a gyerekek vagy elfáradnak az iskolában, vagy akkor a mozgásigényük, és ugye sokszor úgy van, hogy hiába van mindennapos testnevelés óra, nem minden esetben tud mindenki tornaterembe bejutni, mert ugye sok osztály van. Tehát én úgy gondolom, hogy tényleg vannak olyan fölös energiák, amiket el lehet égetni. Van-e olyan sport, ami esetleg eddig nem volt, vagy gondolkodtok-e valaminek az elhagyásában, volt-e olyan, amit viszont annyira nem kedveltek a nyíregyháziak, vagy egyaránt népszerű volt minden? Én azt gondolom, hogy pont november 4-én leszünk kereken 10 évesek, és ebben a 10 évben kialakultak már azok a kötött mozgásprogramok, amiket ha elhagynánk, szerintünk óriási lázadás is lenne, tehát továbbra is biztosítjuk, ugye folyamatosan bővítettük inkább a helyszíneket, és azért, aki megnézi a mozgásrendet, 21 helyszínen van kint a Mozdul Nyíregyháza a város minden pontján, beleértve akár a legnagyobb sportlétesítményeinket, hiszen ezeket is megnyitjuk és ingyenesek, tehát lehet uszodába menni vízitornára, persze, aki úszni szeretne megtanulni, arra is nyitottak az oktatók, ez szombatonként ugye várja a nyíregyháziakat, de ott az atlétikai centrum be lehet menni arra az IAF minősítésű rekordtámpájára, ahol a világbajnokságon idén résztvevő atléták együtt készültek. Ott az arénánk ugye hétfő-szerda reggel a senior programoknak, illetve az arénába szervezzük a fit eseményeket továbbra is. Van olyan, hogy valaki egyébként mondjuk nem is nagyon sportolt, de ellátogatott egy ilyen rendezvényre, vagy valamilyen eseményre, vagy helyszínre, és utána függő maradt? És az életének mondjuk 50 vagy 60 évesen lett része a mindennapi sport? Van olyan a Mozdul Nyíregyházában, aki 10 éve most már tényleg velünk mozdul, és csak lement megnézni. És a közösség miatt tényleg ott ragadt, és van olyan, hogy egy nap egy délelőtt, és még egy délutáni foglalkozásra is visszamegy. Mi azt gondoljuk, ezek példaértékűek, reméljük majd novemberben a Ficila napon őket be is tudjuk mutatni, és tényleg kortól függetlenül biztosítjuk a mozgást. Ez az, ami szerintem nagyon új és nagyon egyedi, hogy nem számít az anyagi helyzeted, nem számít a, tényleg az, hogy hány éves vagy, meg tudod magadnak találni, és van egy olyan közösség mögötted, illetve olyan szakoktatóink vannak, akik nem anyagi dolgokért csinálják ezt, hanem tényleg szívből, és tanácsokat adnak. Azért sokszor halljuk, az foglalkozások végén oda mennek mondjuk egy gerinctornán a gyógytornászhoz, hogy neki ez fáj, mit tanácsol, és akkor mondja a gyógytornász, hogy melyik irányba menjen tovább, és én azt gondolom, hogy ez a Mozdul Nyíregyházának egy plusz közösségi értéke. Így van, itt mindenki egyenlő, mindenkit összeköt a szenvedély, a mozgás öröme. Henci, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Óvodások műsorával kezdődött az új református Édenkert bölcsőde és óvoda átadó ünnepsége, mégpedig Vásárosnaményban, ebből következik most egy kis részlet.
Újabb programajánló következik. Szeptember 30-án a festői szépségű Sóstói erdőbe várnak kicsiket és nagyokat a Nyír erdőnapra. A témával kapcsolatban vendégünk Tölgyfa Gábor. Szia, jó estét! Jó estét kívánok! Nos, ez, hát reméljük, hogy jó idő lesz, ugye ez nagyon fontos, és hát amúgy az erdőben mindig csodálatos lenni bármilyen évszakban, de ilyenkor kezdődik nagyon szerintem kiszínesedni. Mesé vannak már hullófa levelek, vöröses, sárga színek, vagy azért még inkább zöldek a fák? Köszönhetően ennek a nagyon késői nyári időjárásnak még nem az az igazi zöld őszi lombkoronát öltött még az erdő, de azért szeptember 30-ára, amikor ezt a programot szervezzük, úgy gondolom már egy picit az őszbe fogunk hajlani. A jó időt megrendeltük természetesen a korábbi évekhez hasonlóan. Bár az a tapasztalat, hogyha kicsit esős is, vagy csepergős is, akkor is nagyon szép számmal szoktak jönni a programunkra. Egyébként ez a túl meleg, ahogy sokan mondják, hogy jó-jó ez a meleg, de az szeptemberben ez már egy picit furcsa nekünk. Ez mondjuk az erdő szempontjából, vagy erdészeti szempontból jelent valami pluszt, vagy esetleg inkább hátrányként élitek meg? Nem szoktunk ilyenben gondolkodni, hogy ez most rossz vagy jó, elfogadjuk azt, ami van. Ahhoz alkalmazkodunk, és tudjuk, hogy az erdőnek azért van egy olyan tűrőképessége, toleranciája, ami nem biztos, hogy egy kéthetes ilyen szeptemberi szárazság vagy forróság komoly gondot okozna. Inkább azt mondhatnám, hogy ez az év viszonylag jó időjárást hozott az erdőnek, viszonylag sok volt a csapadék, annak az eloszlása is kedvező volt, ugye tavalyi nagyon-nagyon kritikus asszállyal szemben, ez egy picit jobb év volt. Akkor feltöltöttek a fák is, és most fel fognak töltődni egy kis emberi energiával, és az emberek sokszor ölelgetik a fákat, mert ugye az pedig lecsendesít és megnyugtat, de hát azért nem a csendességről lesz híres ez a nap, hiszen ilyenkor nagyon sok programot szerveztek. Mi minden lesz szeptember 30-án a Sóstói erdőben? Ugye ha szeptember vége október, akkor erdők hete nálunk az erdészeknél. Hát 27. éve, hogy a országos szinten ez a programsorozat, amit Erdők hetének hívunk, megrendezésre kerül, és itt Nyíregyházán már 15. alkalommal csatlakozunk hozzá az erdei tornapályán. A Nyíre erdő szervezésében nagyon-nagyon színes programokkal várunk minden érdeklődőt. Néhányat említs. Igen. A szokásokhoz híven futással kezdünk reggel, kicsiknek süni futás, családi futás utána, aki a futáson részt vesz, tombola húzáson vehet részt értékes ajándékokkal, fődíj, 10 mázsa, tüzifa. Azért az legtöbb... jó lesz, szab majd, ha hideg lesz. Igen, készülünk ugye rá. A legtöbb gyermeket indító iskola külön ajándékban, vagy óvoda külön ajándékban részesül 100 000 forint értékű fásítási ajándék formájában. Ez lesz reggel, utána a színpadon programok lesznek, kicsiket, nagyokat is várunk, Buratino Bábszínház előadás lesz megtekinthető, illetve a nagyok részére, de hát a kicsik is nyilván előtérbe kerülhetnek. Fakitermelő bemutató lesz. Ugye a fakitermelés az egy elég komoly és nagyon veszélyes szakma. Van versenye is, vannak versenyszámai is, ebből lesz egy pici ízelítő, pici bemutató. Ez nem lesz túl halk. Tehát gyakorlatilag itt gondolom motoros fűrésszel fognak fát vágni, ki is vágni, vagy csak aprítani például? Hát különböző versenyszámok vannak, nem szeretném tényleg az időt húzni vele. Egy-két versenyszám lesz bemutatva, darabolás, gajazás, ilyen bemutatók. Fát nem fogunk dönteni, ahhoz nem jó a helyszín. Azt viszont látom, hogy lesz olyan, hogy madárgyűrűzés, vagy méhészeti bemutató, tehát nem csak a fákra, hanem az erdőben élő állatokra is koncentráltok. Aki még soha nem gyűrűzött madarat, az esetleg ott meg is próbálhatja, vagy ez is csak egy bemutató lesz, ahol megnézhetik, hogy hogyan történik a madárgyűrűzés? A Pál Miklós Erdészeti Erdőiskola vezetője, Petriláni Barta Enikő, ornitológus és madárgyűrűző szakember, bemutatót tart. Tehát a madár gyűrűzni, azt csak ő szokta, de magát a folyamatot, az, hogy hogyan kerül a hálóba a madár, és azzal mit kell elkövetni ahhoz, hogy gyűrűzzük, és ugye a gyűrűzés az nem csak egy öncélú dolog, az egy információ szerzés a madarakról, milyen állapotban vannak az adott fajok,
hogy készültek fel a térre, tehát nagyon sok információval szolgálhatnak, bemutató lesz. És van lesznek kiállítások is. Így van, tehát a színpadi programokon kívül egész nap folyamatosan különböző bemutatókkal várjuk az érdeklődőket. Ugye erdőhöz kötődő, az erdészek munkáját megismertető bemutatók lesznek, méhészeti gombákról fogunk kiállítani és bemutatót tartani, erdész szakma bemutató lesz, vadászati bemutató lesz. Népszerű egyébként az erdész szakma Magyarországon, te hogy látod? Szűk körben, de azért népszerű. Ahhoz kell egy elhivatottság, kell egy olyan érzés, akit valaki már megérintett, és az ilyen fiatalok mennek el általában erdészeti iskolába, és ha ott sem megy el nagyon a kedvük az erdész szakmától, akkor várjuk őket szeretettel. Az erdészeket én legalábbis ilyen nyugodt embernek képzelem, a vadászokat kicsit izgágábbnak, vagy pedig csak egyszerűen úgy működik, hogy mivel sok időt töltöttök a természetbe, ott valahogy mindenki megtanul lecsendesülni, meg meditálni egy picit a fák között? Hát látod, hogy a kollégáim nem teljesen így gondolják az erdész szakma nyugodtságát, mint ahogy azt elmondtad. Általában erdész vadász ez egy testben testet ölt, aki erdész egy bizonyos területen, általában a vadászat is a része a munkájának, de nem feltétlenül. Tény, hogy aki az erdőben él és dolgozik, aznak lehetősége van egy picit elcsendesedni, de azért elárulom, hogy az erdész munka sem csak a nyugodtságról szól, vannak feszes időszakok, vannak olyan munkaműveletek, amikor nagyon-nagyon gyorsan és határozottan és szakmailag legjobban kell elvégezni a feladatokat, de van hely és idő, ahol nyugalomra lehet találni, illetve mindig más és más erdőterületen dolgozunk, ez pedig a változatosságot hozza magával. Hát Gábor, aki egyébként a részletekre kíváncsi, vagy esetleg ezeket a sztereotípiákat szeretné eloszlatni, ami bennem is van, hogy a vadász az izgága, az erdész az nyugodt, azt szerintem test közelből akár meg is kérdezheti a kollégáidat, illetve hát valamennyi programot ki is próbálhat, hány órakor érdemes akkor a szerdőt meglepni? A futás az 10 órakor kezdődik, és utána 11 órától lesznek programok a színpadon, egészen 3 óráig. Délelőtt és délután is szeretettel várunk mindenkit. Úgy gondolom, hogy minden korosztály meg fogja találni a maga elfoglaltságát az erdőben erdészekkel. Köszönjük szépen! Én köszönöm! Szüreti mulatságra várják az érdeklődőket szeptember 23-án Újfehértón. A második alkalommal megszervezett őszköszöntő ünnepségen lesz traktoros felvonulás, fellép a Bihari Banda, Badár Sándor és a Csík zenekar. A kísérő programok közül pedig nem hiányozhat a népi játszótér és a kézműves termékek vására sem. A múlt és a jelen találkozik a Cégény Dányádi portákon szeptember 23-án. Megnézhetjük és átélhetjük nagyszüleink lekvár főzését a tűzpattanástól a dunszos üvegig. Eközben a kokas bandával tanulhatunk nótázni, de a fazekasság mesterségét is megtanulhatjuk. A program 8 óra 30-kor kezdődik és kifulladásig tart. Folytatódik a Bátori Estek sorozat. Szeptember 28-án a Városháza dísztermében Drahos Béla, Liszt díjas fubolaművész és Pasvári Tamás zongoraművész várja mindazokat, akiket feltölt Bach vagy épp Mozart muzsikája. A rendezvény ingyenes. Szeptember 29-e a népmese napja. 9 és 15 óra között folyamatosan lesz meseolvasás a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében. 10, 11 és 13 órától pedig 3 izgalmas, zenés, verses, mesés előadás várja a kicsiket és a nagyokat. Szeptember 30-án a Mesés Verbunkok, Verbunkos mesék címet kapott rendezvény várja az érdeklődőket. Lesz kézműves foglalkozás, mesés, térképes játék és népi játszóudvar. A 17 órakor kezdődő gálaműsorban közreműködik számos helyi és megye határon túli táncegyüttes, a talpalávalót pedig a Szikesz zenekar húzza. Október 3-ától látható Barát Sándor Kristóf, népi faszobrász tárgyalkotó iparművész,
Berekbe faragta barát című kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. A kiállítás megnyitója ezen a napon 17 órakor lesz, amelyen Filéné Huszti Zsuzsanna is közreműködik citera játékával. A tárlat október 31-ig látható. Éljen a magyar címen hallgathatnak egy csokor nemzeti dallamot az érdeklődők október 9-én 11 órától Nyíregyházán, a Városmajori Művelődési Házban. A dalokat Eperjesi Erika és Kriston Milán, a Miskolci Nemzeti Színház művészei adják elő. A rendezvény ingyenes. Ha szeptember vége, akkor őszi mese egyetem. A tavalyi nagy sikerű rendezvény után idén újra a magyar népmese népszerűsítése áll a középpontban. Vendégünk Cservenák László és Pampuk Zoltán. Sziasztok, jó estét! Laci, ugye régi motoros vagy a mese világában, Zoli, te pedig a Túróci Zoltán evangélikus óvoda és általános iskola igazgatója. Egy kicsit hosszabban nevetek, de most itt egyszerűsítünk. Gyakorlatilag nemrég csatlakoztál Laciékhoz, tevékenyen, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy most már te is áramlásban vagy, ami a népmesét jelenti? Igen, a nyár óta vettem fel a kapcsolatot ezzel az újonnan induló alapítvánnyal, így Lacin keresztül, és több gondolatunk is találkozott, és nagyon együttműködően tudunk gondolkozni a népmesével kapcsolatban. Hát profival jól együttműködni, együtt dolgozni. Ez a mostani rendezvény legalábbis így a neveket, az előadókat, illetve magát a léptéket tekintve azt gondolom, hogy tényleg lassan fölteszitek az ide a pontot, vagy a koronát, hiszen a Nyíregyházi Egyetem nagy előadójában, nagy termében valószínűleg 600 ember előtt fognak mesélni, illetve a meséről beszélni az előadók. Egy kicsit ismertessük a programot, Laci. Így van, ez egy majdnem egy ibetűs előadás lesz. Ezt már reméljük azért túl tudjuk majd jövőre is szárnyalni. A program az majdnem megszokott forgatókönyv szerint meg, mert ugye Kossuth Díjas előadó művész barátom Berec András alapozza meg a hangulatát az egész Mese Egyetemnek, és tulajdonképpen ő is marad végig az egész előadás sorozat alatt, utána meg szakmai előadások és ismeretterjesztők lesznek ezen a fórumon. És ez nem csak, ez nagyon hangsúlyozom, hogy úgy küldtük ki az alapítvány és az egyetem részéről a meghívókat, hogy nem csak a Nyíregyházi Egyetem hallgatói, tehát főleg a tanító és a vonnak képző szakosok, hanem a nyíregyházi közintézmények, óvodák igazgatói és szakmai munkatársa és az igazgatók által delegálva részt fognak venni ezen az őszi mese egyetemen, és remélhetőleg tényleg úgy kapjuk a visszajelzéseket, hogy teltház előtt fog minden előadó előadni. És hogy nézted a programot, én azért kiemelnék rögtön két nevet, Berec András neve az első, igen, azt, amit ugye mindenki ismer, de hát, ha, én szerintem te ismered a Kádár Anna Mária nevét, ismerő tényleg a pszichológia és mesepszichológia kapcsán, tényleg országos, lehet, hogy nemzetközi hírű is. Nagyon örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ő kicsit azt az időkeretet keveselte, de hát majd meglátjuk, tehát utána lehet még úgymond beszélgetni vele, mert ugye azt terveztük, hogy ez 10-től így is majdnem 2-ig tart ez az előadás sorozat. És a másik nagyon fontos név a Debreceni Egyetem professzora, a Bicó Gábor tanár úr, aki szintén ráadásul egy kicsit hazabeszél, mert Erdés Sándor munkásságát köti össze a kelet-magyarországi népmesék gyűjtésével kapcsolatban. Tehát én úgy gondolom, és a többi előadó is, sőt ugye Zoltán is, hogy alapítványunk ugye tiszteletbeli tagjaként bekerült ebbe a csapatba, ő is delegált egy munkatársát, egy vezető vonőt, majd esetleg arról majd te mondasz egy pár szót. Tehát Nyíregyházi is lesz a csapatba, arra akarunk vigyázni, hogy mindig legyen helyi, tehát tavaly is volt Nyíregyházi, de úgy akarjuk, hogy most már azt kell, hogy mondjam, hogy főleg így, hogy a Kádár Anna Mária elsőre elfogadta a meghívásunkat, mert már tudta mi az, hogy őszi mese egyetem. És ez már rang. És a Bicó professzor úr is tudta, és én úgy gondolom, hogy jövőre már könnyebb lesz nekünk, mert lehet, hogy minket is fognak már keresni. Tehát mi tényleg kerestük őket, de rögtön igen mondtak. Ugye ez egy tavasszal elkezdődő folyamat volt, most éred be, és én úgy gondolom, akik eljönnek, és nem csak szakemberek, bár szakembereknek is szól ez az előadás sorozat, akik csak a városból jönnek, érdeklődők, akár nyugdíjasok, nekik is egy új színfolt lesz ez a Mese Egyetem, és szerintem minél jobban fogják majd várni minden évben. Zoltán a pedagógus, bár nekem is pedagógus a végzettségem, én minden alkalommal elmondom minden
családbarát, főleg ilyen fiatal családosok, aki ugye Zoltán fiatalnak számít, ismerősünknek, hogy nagyon-nagyon fontos a mese, és ezt Magda, te is tudod, hogy a mesét hallgatva a gyereknek mennyire egészségesen fejlődik a lelke, a kifejezés világa, minden olyan dolog, amit sajnos, hogyha nem mond a szülő meséd, és csak azok a elnézés maska körül, mert az az 50 nyavajás különböző rajzfilm megy a mindenféle csatornákon, a tévékben, azzal nem lesz nemesebb a gyermekünk lelke. De erről mondom, a pedagógus kollega lehet, hogy jobban tud beszélni. Pont arra gondoltam, hogy vajon a szakmának lehet-e még újat mutatni, mondani egy ilyen előadáson óvónőknek, pedagógusoknak. Azt gondolom, hogy a szülők számára is nagyon hasznos lenne egy ilyen hasonló előadássorozat, hiszen sokszor tényleg a szülőként nem mérjük föl, hogy mit hagyunk ki, hogyha kimarad az esti mese. Te hogy tapasztalod, szoktál mesélni amúgy? Igen, saját tapasztalat az az én kisfiamnál, hogy kisgyerekkorától kezdve az elalvás előtt az egy nagyon fontos pillanat volt minden egyes nap, ahogy összeültünk, és nekem mesélni kellett neki. Ha nem meséltem volna, esetleg ő mindig azt mondta nekem, hogy anélkül ő nem tud elaludni. Tehát, hogy ez az estének, a rituáljának a része volt. Illetve ami a pedagógiai oldalát érinti, ott a szövegértés szempontjából egy nagyon fontos dolog a meséknek a kisgyerekkortól való értelmezése, mert hogyha megérti azokat, amiket mesélünk neki, és újra átbeszéljük, hogy akkor mit is hallott, visszakérdezünk, akkor egy nagyon jó indulási alap neki az iskolában. Így van, tehát figyelem, türelem, lélek, szókincs, nyelv, mindent fejleszt a mese. Sajnos elfogyott az időnk, akkor még egyszer 28-a, tehát ez a jövő hét csütörtök, és 10 óra az indulás. Hát akkor vár. Mesés jó kedvel vártok mindenkit, gondolom, és mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Kedves nézőink, ennyi volt már a Weekend, és ez nem mese. Nagyon sok programot ajánlottunk, amiből ha elsőre nem sikerült választani, adásunkat visszanézhetik a Kölcsei Televízió magazinok YouTube csatornán. Jövő héten pedig tartsanak velünk, ugyanekkor megmutatjuk többek között, hogy milyen volt ez autómentes nap Nyíregyházán. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánunk, viszontlátásra!